Szép napot mindenkinek! Ez a 24. Python programozásos videó, és mint említettem, egy komolyabb projektbe, vagy hát azért inkább maradjunk a fél komolyban, mert szerintem egy videóban be lehet majd mutatni. Szóval egy komolyabb projektbe belevágtam, illetve azt szerettem volna bemutatni, és ehhez még azt hiszem, hogy nem árt egy kis alapozás, vagy hát egész konkrétan pontosan ennek a problémának a megoldásához kellett nekem is egy kicsit bővítenem a repertoárt, úgyhogy minden szempontból célszerű, hogy be is mutassam ezt a technikai lehetőséget, ami hát momentán konkrétan egy algoritmus lenne. Sőt, nagyon remélem, hogy az is lesz, és hogy sikerül is megvilágítanom a dolgot. Megint a jó bevált prezentációhoz nyúltam, szóval látható, hogy útkeresésről lesz szó, ami szerintem senkinek nem fog kárba venni, vagy kárba veszni. Ehhez kell egy kis elméleti ismertető, hát most én annyira nem mennék bele, amúgy se a kedvenc témaköröm, ez a gráfosdi. Ugye matematikának, sőt, hát azt mondják egész konkrétan, hogy a kombinatorikának, de szóval kicsit ilyen gyakorlati matekos dolog, kifejezés, ez a gráf, ami ugye momentán így lehet ábrázolni, nem tudom, hogy van erre valami definíció, azt hiszem, hogy valami halmazos definíció van erre is, de lényeg az, hogy csúcsokból áll, és ezek között vannak kapcsolatok létesítve, hát látható itt ilyen összekötések, ezeket pedig éleknek nevezik, és gyakorlatilag ennyiből áll a gráf, tehát csúcsok, és köztük létrehozott kapcsolatok, és hát mindig ugye egy csúcsot kötök egy másikhoz, illetve vannak azért speciális gráffajták, tehát ezen most nincsen olyan, hogy hurok él, ami az lenne, hogy egy csúcs saját magával van összekötve, nem mintha tudnám, hogy ennek mi értelme, de ilyen is létezik, valamint nincsenek párhuzamos élek, tehát hogy akár több él is mehetne két csúcs között. Ilyen sincsen ezen az ábrán. Valamint ez egy összefüggő gráf, tehát akármelyik pontból, akármelyikbe el tudok jutni éleken keresztül. Ez nem mindig van így, de hát útkeresésnél egyébként hát általában reméljük, hogy összefüggő területekről van szó, vagy hát különben nemes egyszerűséggel az történik, hogy tudunk kiválasztani olyan kezdőpontot és végpontot, hogy nincsen köztük út. Ennyi. Ez most direkt egy olyan, ami összefüggő. Szóval látható él csúcs, és az élhez még ezt hozzáfűztem, hogy létezik olyan is, hogy súlyozott gráf. Én nem sokat találkoztam vele, de momentán ennél az útkeresésnél előfordulhat, mert történhet olyan, hogy azt mondjuk, hogy két csúcsnak úgymond a távolsága az nem minden esetben ugyanannyi, mint ahogy geometriában ez így is szokott lenni, csak hát ez nem kimondottan geometriai témakör. A hosszánál annyi a lényeg, hogy lehetőleg az egy pozitív szám legyen, nem tudom, talán még a nulla is belefér, de látni fogjuk, hogy az algoritmus, amit bemutatok, az nem negatív számokra tud működni. Negatív számoknál gyakorlatilag az alapmechanizmusa az csődöt mond. Úgyhogy lapozunk is tovább, még egy ilyen kis elméleti rész, hogy hogyan vigyük ezt át az informatikába. Szóval nem ritka a kétdimenziós mátrix, nem is tudom, kapcsolati mátrix, vagy valami ilyesmi neve van. Hát ugye a mi esetünkben a mátrixot azt tömnek szoktuk hívni, vagy a Pythonos berkekben ugye listának, inkább technikai a különbség. A mátrix az meg ugye matematikai fogalom momentán. És ebben az esetben, hogyha a gráfot azt így simán prózai módon grafnak nevezném, akkor az NK érték az mondjuk egy egyes akkor, hogyha az N-es csúcs az a K-s csúccsal össze van kötve. Nyilván, hogyha súlyozott gráf, akkor a hosszúsága is állhat ezen a helyen. És hogyha irányítatlan gráf, meg ezt a fogalmat, ezt nem tisztáztam, tehát látszott, hogy akkor talán vissza is váltok, hogy itt kölcsönös kötések vannak, tehát nem nyilak, de lehetnének ugyanígy nyilak is,
És akkor irányított gráfról beszélünk, tehát mondjuk a 4-esből a 3-asba el tudok menni, de a 3-asból a 4-esbe nem vezet az út. Tehát ilyen is lehetne. Úgyhogy ez egy irányítatlan gráfnak mondható. És ilyenkor ugye nyilván, amilyen út vezet az A-ból a B-be, olyan vezet a B-ből az A-ba. Ennyi. Aztán számsorozat is lehetne, de ez nem jellemző, ez ott is egy matematikai problémával volt kapcsolatos, ez a Prüfer kód, amit itt említek, és ez a fográfokra vonatkozik, hát most már nagyon mélyen belemegyünk ezekbe a gráfokba. Általában, hogyha nincsen egy gráfban hurokkel, meg párhuzamos él, akkor egyszerű gráfnak mondjuk, és ha egy egyszerű gráfra igaz az, hogy összefüggő, tehát bárhonnan bárhova el lehet jutni, és körmentes, tehát bárhova, bárhonnan bárhova pontosan egyféleképpen lehet eljutni, akkor azt fának nevezzük. Szóval olyankor például a Prüfer kód egy számsorozattal egyértelműen lehet jelölni a gráfot. És még talán annyit mondanék, hogyha ennyire belementünk, hogy két gráfot akkor mondunk izomorfnak, most ez csak ilyen botcsinált a definíció, de hogyha a csúcsokat, mondjuk, hogyha számokkal jelöljük, szóval úgy át lehet számozni a csúcsokat, hogy a két gráfnál ugyanazok a kötések legyenek. Szóval itt pedig, hogy visszatérjünk ahhoz, hogy hogyan is tároljuk, mert most érünk el a legfontosabb részhez. Tehát ezzel az úgymond hasító táblával, vagy szótár, szóval a dict típus, vagyis vesszük az összes csúcsot, és ezek lesznek a kulcsok, és hozzárendeljük azokat a csúcsokat, amiket el lehet belőle érni. Tehát így mindig, ha a csúcsot azt egy számmal jelöljük, akkor mindig egy számhoz hozzárendelünk egy tuplet, ami ugye tartalmazza, hogy miket lehet onnan elérni. És ugye itt is felmerülne, hogy mi van, hogyha súlyozott gráfot akarunk. Én itt nem súlyozottat csináltam, de szerintem minimális előfeszítéssel át lehetne írni a kódot, amit mutatni fogok. Szóval, ha hosszúságot is akarunk, akkor pedig úgy lehet, hogy a tuple-be nem csak simán csúcs, hanem mondjuk ilyen kettő hosszú tuple-öket rakunk bele, hogy csúcs, hozzátartozó hosszúság, aztán megint csúcs, hozzátartozó hosszúság. Tehát így haladna. De mondom, szerintem azt már inkább, hogyha valaki ennyire bele akar menni, szerintem próbálja ki. Remélhetőleg annyira átadom ezt a témakört, hogyha valaki tovább akar vele foglalkozni, akkor ennyit hozzá tudja magától is tenni. Úgyhogy itt megint felvillantom ezt a gyönyörű gráfot. Szóval itt például azt választottam ki, hogy az 1-esből a 13-asba akarunk elmenni, de majd a példakódban ezt egyszerűen át lehet írni. És akkor itt ezzel a ciklámen, vagy rózsaszín színnel ki is jelöltem, hogy mi lenne az az út, amit keresünk, mert ugye itt egy kettő hosszú két lépésben el tudunk érni a 13-as csúcshoz, de látható, hogy egyébként baromi sok útvonalat lehetne tervezni, és hát ez nem is feltétlenül olyan könnyű feladat, hogy hogyan jussunk el oda. Szóval itt is van naivan, vagy naivan, ha úgy jobban tetszik. Szóval, mert eleinte elgondolkodtam, hogy hogy kéne ezt megoldani. És talán a legértelmesebb próbálkozás az a következő volt. Tehát, hogy van egy tömb, ami az úgymond aktív csúcsokat tartalmazza. Először nyilván ebbe egyetlen egy csúcsot rakok be, amit a kiindulási pontnak szeretnék. És akkor innentől kezdve végigmegyek az elemeken, és az összes szomszédba átlépek. Nyilván itt azért kihasználom azt, hogy ez nem egy súlyozott tömb, vagy súlyozott gráf, tehát hogy minden lépés egység hosszú, úgyhogy egy lépésben, tehát gyakorlatilag így, amik meg lesznek jelölve, két lépés, vagy hát egy lépés után, azok az egy lépésből elérhető csúcsok, és így tovább, tehát mindig, hogyha lépek plusz egyet, akkor plusz egy lépésben elérhetők válnak láthatóvá. De itt ugye olyanok is láthatóvá válnak, ahol már jártam. De többé, kevésbé ezért is. Minden esetre az szükséges, hogy ugye egyrészt beveszem a tömbbe, amit elértem,
Másrészt pedig megjelölöm, hogy honnan érkeztem oda, és hogy ez csak egyszer, tehát egy bizonyos csúcshoz többször is elérhetek, de mindig azt fog számítani, hogy honnan értem oda először. Mert hát utána már valószínűleg fölösleges lépéseket is tettem, hogyha ugyanoda visszaértem. És akkor így, amikor először elérem a célcsúcsot, akkor tudni fogom azt is, hogy egyrészt hány lépést tettem meg, amíg eljutottam odáig, másrészt visszafelé le tudom olvasni az útvonalat is, mert hát ugye mindig megjelöltem egy adott csúcsról, hogy honnan érkeztem oda legelőször, tehát honnan érkeztem oda optimális esetben. Tehát így azt is tudom, hogy honnan érkeztem magába a célba, vagy hát akár több helyről is érkezhetek egyszerre, nyilván akkor ahonnan először odaértem és ennyi, és akkor azt is tudni fogom, hogy oda, hogy a megelőzőbe honnan értem, és így szépen vissza tudok menni egészen a start mezőig. És akkor ezzel még mindig volt egy pár probléma, ugye egyrészt, hogy sok fölösleges számlálás van benne, tehát nem túl hatékony, másrészt pedig ugye súlyozott gráfokra egyáltalán nem is lenne jó. Szóval úgy döntöttem, pláne, hogy mire egyáltalán ezt kitaláltam, addigra már ismertem a Dijkstra algoritmust, hogy akkor inkább azt megéri már implementálni, pláne, hogy ez egy egészen tisztességes algoritmus, amint ezt remélhetőleg látni is fogjátok. Szóval először is tisztázzuk, egyébként tényleg kicsit nyelvtörős, azt kell mondjam. Egy holland fazonról nevezték el még múlt századnak, hát nem is tudom, hát talán inkább az eleje felé, de szóval már elég régi az algoritmus, de hát jól bevált a célra. Kicsit sokszor van ezen a dián az algoritmus szó, na mindegy. Remélhetőleg majd én is tartom vele a lépést, és minél többször mondom. Tehát a Dijkstra algoritmus az egy mohó algoritmus, ami egyszerűen fogalmazva, tehát nem gondolkozik hosszú távon, tehát mindig összehasonlítja az éppen aktuálisan elé táruló lehetőségeket, és kiválasztja a legjobbat. És aztán így halad tovább. Tehát mindig az előző optimálisnak vélt lépésre építkezik tovább. Cserébe így egyszerű lesz maga a kód is, maga az algoritmus is. Ebből gyakorlatilag automatikusan adódik, hogy egy megoldást fog adni. Tehát ő ott mindig eldönti, hogy neki melyik a legjobb, és akkor azon keresztül fog valahogyan eljutni. Ez itt nem is jelent problémát, tehát ezen tényleg nem hiszem, hogy nagyon sokat fogunk sírni. És akkor próbáltam hozni ilyen példákat is, ha már bedobtam ezt a fogalmat. Tehát Huffman kódolás, nem mint ezt valahogy is használtam volna, de attól még aránylag egy ismert informatikai dolog a tömörítésnél, ami gyakorlatilag az, hogyha egy adatsorban egy bizonyos adat a sokszor szerepel, akkor rövidebb jelet fog kapni, mint ami egyébként ritkán szerepel, és így hát azt hiszem, hogy ezt talán optimálisra is tömöríti, tehát hogy ilyen módon adatveszteség nélkül nem lehet hatékonyabbat kitalálni. És a legtöbb rendezési algoritmus, ezt pedig én mondom, tehát ehhez hivatkozás nincsen. Egyszerűen logikusan, hogyha a definíción elgondolkoztam, akkor úgy találtam, hogy mondjuk ilyen beillesztéses rendezés, általában szerintem talán a radix rendezés, amit nem mondanám, mert hát ott ugye látszólag, hogyha az, ahhoz volt ilyen vizualizáció, tehát látszólag nem halad előre, és akkor hirtelen villámgyorsan kinyeri mégis az eredményt, de a legtöbb rendezési algoritmus az ugye összehasonlít kettőt, és akkor megpróbálja jó sorrendbe rakni, és ebből felépíteni az egészet. És itt megemlítem, hogy ugye súlyozott gráfokra is, ahogy említettem, ez használható, mondom, ugye itt ennyit használ ki, hogy nincsen negatív hosszúságú él, illetve hát még a nulla, ami úgy kicsit határeset, de hát akkor is, mint mohó algoritmus, ugye kidobná egy megoldást. Én csak simán maradtam az egy hosszú éleknél, de mondom, én állítom, hogy ezt nem lenne nehéz átírni. Úgyhogy szerintem le is szedem, mert lehet, hogy most már, igen, most már a bizonyítás jön, egy kis matek. Szóval itt is van a kód,
látható, hogy van hozzá egy kis demózás itt is. Én itt hardcode-oltam. Ide jó, hogy pont nem fért ki. Szóval hardcode-oltam ezt a gráfot ezzel a dictionary módszerrel, hogy felsoroltam szépen a csúcsokat, és odaírtam, hogy mit lehet belőle elérni. És akkor lássuk ezt a Dijkstra függvényt. Tehát először is be kell dobni neki egy gráfot, nyilván ez az, amit itt én hardcode-oltam. Másrészt ugye honnan, most úgy fogtam fel, hogy számozzuk őket, nyilván ezeket névvel is meg lehetne nevezni, mert ugye az is hasítható típus, tehát nem okozna problémát. És aztán végül is, hogy hova, mivel ez az algoritmus, ez olyan fajta, hogy nem kimondottan orientálódik a célpont szerint, ezért ezt opcionálissá tettem. Szóval alapértelmezésben nincsen ilyen, ha valaki megadja, akkor majd lesz. Ha nincsen ilyen, akkor itt az történik egyébként, hogy a legmesszebbi csúcs ki is írja, hogy melyik, és akkor arra végzi el ugyanazokat a műveleteket. Tehát azt tekinti végállapotnak. Szóval nézzük is, hogy néz ki az algoritmus. Tehát először egy kis inicializálás, hát az ugye muszáj. Van egy hossz tömbünk, vagy hát mondom én itt praktikusan hasító táblát használtam, meg egy előző tömbünk, mondom ebben az esetben inkább is diktünk. Tehát a hossz az azt fogja tárolni, hogy amiről eddig azt gondolom, hogy optimális, tehát nyilván az indexe az az lesz, hogy melyik csúcshoz nézem, és hogy amit meghordoz, ez egy számérték, méghozzá azt, hogy jelenleg melyik az a legrövidebb út, amit ismerek ahhoz a bizonyos csúcshoz. Az előző pedig ugyanúgy, ahogyan a naív módszernél is említettem, hogy honnan érkeztünk oda. Tehát, hogy amikor elő akarom állítani magát a legjobb útvonalat, akkor így hátrafele haladva ki tudjam nyerni. Szóval a gráfnak a kulcsaival töltöttem fel. Tehát végigmentem, hogy a gráfban milyen csúcsok szerepelnek. És akkor a host azt vagy beállítottam, tehát nullára állítom a kiindulási mezőre. Ez nyilvánvaló. És egyébként a hivatalos algoritmusban végtelent kell beütni, de hát itt nincsen végtelen, vagy hát én nem tudom, hogy hogyan lehetne előcsalogatni. Viszont az nyilvánvaló, hogy ahány csúcsa van a gráfnak, amit a len gráf ad meg, ugye, hogy ahány csúcsa van, olyan hosszú útra nem lehet szükség, mert gyakorlatilag, hogyha elképzeljük, hogy a csúcsokat így egy körbe felrakjuk, akkor van ugye pontosan annyi éle, ahány csúcsa is van, tehát hogyha egy ilyen kört elképzelünk, és akkor, ha ebből elhagyunk egyetlen egy élet, akkor a leghosszabb útvonalat kapjuk, ami hogy az összes létező csúcson végig megy, míg eljut egyikből a másikba. Tehát, ha egy csúcsból áll egy gráf, akkor legfeljebb mínusz egy lépésben el kell, hogy jussunk a végére, különben eleve nincs is útvonal. Tehát itt a végtelenet hogy végtelent azt az N szimbolizálja, mert hát azt már nem lehet elérni értelmesen. És akkor innen jön maga a ciklus, maga az algoritmus mondhatni. Szóval amíg ebben a hossz listában vagy diktben vannak elemek, mert ebből fogunk kidobálni, addig mindig azt csináljuk, hogy kinyerünk egy aktuális elemet, azt szerint a szempont alapján, jó van, ez érdekesen volt megfogalmazva, szóval a legrövidebbet, tehát ahová eddig a legrövidebb útvonalat ismerem, az gyakorlatilag véglegesnek tekintem, majd ezt meg fogom magyarázni, erre fog szolgálni a bizonyítás, tehát ezen alapul, hogy mindig amelyikhez a legrövidebb hosszúság tartozik, jelenleg ismert hosszúság, az már biztosan optimális. Szóval ezt egyelőre fogadjuk el, hogy így van. Szóval, hogyha már a soron következő, tehát ami már éppen optimális,
az éppen az, ahova szeretnénk menni, akkor ezeket felsoroljuk. Ennek gyakorlatilag ez a módszere. Ezt nyilván lehetett volna máshogy is. Szóval egy kiír segédváltozóba elteszem ezt az értéket. Az eredmény az pedig egy lista lesz, ami nem a teljes igazság, de mindegy. És akkor a következőt csináljuk egy ilyen végtelen ciklusban, ami majd gyakorlatilag hibával fog kikészülni, azért van a try except, hogy az eredménybe berakjuk az aktuális csúcsot, és utána ugye megnézzük, hogy honnan érkeztünk oda. Tehát, hogy ez a kiír egyenlő előző kiír, ez, hogy visszalépünk az egyel előzőbe. És akkor ugye megint lefut a ciklus, és akkor ez egész addig megy, amíg a kiindulási mezőhöz el nem jutunk. Csak hogy a kiindulási mezőhöz én nem definiáltam olyat, majd látni fogjátok, hogy hol kapja ezt a definíciót. Szóval a kiindulási mezőhöz már nem tartozik, hogy oda honnan érkeztünk, tehát itt, amikor a kiír az a kiindulási mező lett, akkor ez egy hibát fog dobni, és akkor egyszerűen fordított sorrendben visszatérem. Szerintem ezt meg nem használtam, de kicsit azért, mert ez ilyen tabu volt, tehát nem volt rá szükségem, úgyhogy ezt én is most próbáltam ki. Ez egy iterátort ad vissza, ami fordított sorrendben iterál az eredm tömbön, úgyhogy azért is van az, hogy itt a végén listává kell konvertálni, mert különben csak annyit ír ki, hogy ez egy iterátor. Szóval, egyébként pedig azt fogjuk tenni, hogy itt látszik, hogy egy popot használunk. Nem tudom, hogy a popot azt annak idején el is mondtam-e, de most azt hiszem elmondtam itt a dictionary kapcsán, hogy a host tömbből, tehát ahol a vélt hosszúságokat számon tartottuk, kiszedjük azt, amelyik most már biztossá vált, az aktuális elemet, és ugye az akt táv értéket, az pedig ugye a pop, az visszadobja, tehát hogy milyen érték, milyen konkrét érték tartozott hozzá, mennyi volt ez a bizonyos optimális úthoz, és akkor így most végigmegyek a szomszédain, amit ugye úgy realizálok, hogy ugye a gráfban ugye minden csúcshoz hozzá van társítva, hogy hova lehet onnan eljutni. Tehát ez egy tuple, ez a gráf aktelem, hogy az aktelemből a most éppen optimálisnak talált csúcsból hova lehet eljutni. És akkor itt egy try except-et muszáj volt beépítenem, itt ez meg is van magyarázva. Szóval, hogy a későbbi csúcsok, azok megpróbálhatják megjavítani a már optimálist is, mert hát ugye attól még a gráfból nem szűrtem ki, hogy az optimális csúcsokhoz is el lehet jutni, viszont azokat már ugye kivettük a dictből, mert a pop az ugye kiszedte, úgyhogy muszáj a try except, és hát olyankor nem kell csinálni semmit, ha egy optimálisat akar megjavítani, hát ez hülyeség, úgyhogy ne is csináljon inkább semmit. Itt pedig látható, hogy a plusz egy, tehát hogy az biztos, hogy itt lenne az élhosszúság, hogy azt mondom, hogyha ehhez az aktuális optimális úthoz még egyet hozzáadok, tehát gyakorlatilag ezen keresztül érkezek meg a szomszédba, akkor lehet, hogy egy jobb utat találok, mint amit eddig ismertem. Ha pedig ez tényleg így történik, akkor ugye lecserélem mostantól kezdve ez a legjobb út, amit ismerek, hogy az aktuális mezőn keresztül kell mennem, és beírom azt is, hogy az előző, tehát hogy a szomszédba az aktelemből kell érkezni az optimális megoldásnál, vagy hát az egyelőre optimálisnak tartott megoldásnál. Tehát ugye itt van, hogy egynek tekintettem az élet, tehát hogy itt van egy ilyen átírási pont például, habár ugye akkor magát a gráfot át kéne tervezni, tehát azért nem azt mondom, hogy ennyi az össze, amit változtatni kell, de nem sokkal több. Tehát ha pedig ide eljutunk, ez ugye akkor történik, ha a while ciklus egyszerűen véget ért, tehát hogy kiszedtem már belőle az összeset, mindegyikről megtaláltam, hogy optimális, ergo nem volt beállítva a hova, mert különben már valamikor kijött volna a hova érték, feltéve, hogy nem valaki köcsög volt és beállította mondjuk az 53-at,
ami nincs is benne a gráfban. Jó, most ilyen hiba kezelés az nincsen, tehát most úgy vehetjük, hogy amikor nem volt megadva a hova érték, de hát mondjuk mindegy, akkor is, hogyha hülyeség volt megadva, akkor magától ezt fogja csinálni, hogy kiírja a legmesszebbi csúcsot. Ugye az aktelem, ami utoljára benne maradt aktelem, az volt a legmesszebbi csúcs, mert hát az maradt a lista végére. Ahhoz találtam meg legkésőbb az optimálisat. Meg hát ugye mondom, ez egy növekvő sorrendes lista volt, tehát hogy hozzá maradt a leghosszabb út is, ez biztos. És akkor ugyanez a felsorolási módszer. Tehát innentől kezdve az ugyanaz. Itt van hardkódolva a gráf, úgyhogy futtassuk is le. Szóval a legmesszebbi csúcs az a 8-as, és 1, 2, 3, 4, 8 így tud eljutni belé. Úgyhogy most visszatolatnék. Itt is van, 1, 2, 3, 4, 8. Ezt én meg is néztem, de villámgyorsan látni is lehet, hogy ennél több nem kell sehova. Tehát még a 7-es, ami így jó messzinek tűnik, mert az meg 1, 9, 13, 7. De hát látszik, még az is egyen rövidebb volt. De, tehát különben az látszik, hogy elég feltűnően itt rövid utak vannak, tehát már olyat is, ami 4-es. Az se könnyű találni. De hát ez meg ugye egyenesen 5-ös volt. Szóval ezt szerintem könnyen el lehet fogadni, hogy helyes. Akkor pedig ugye a 13-asat szerettük volna, még a 10-eset fogom kipróbálni. Meg hát ezekről már biztos tudom, hogy jó, tehát mondhatni, hogy ez így nem zsákba macska. Tehát 1913, ő is ezt az útvonalat találta meg, és ez az egyedüli legjobb, ha jól emlékszem. És akkor még a 10-est. 1-2-12-10. Tehát a 10-es, 1, 2, 12, 10. Itt például látszik, hogy ez egy darab optimális út. Tehát lehetne 1, 9, 13, 10, 1, 11, 12, 10. Tehát több jó megoldás is létezik, azt hiszem, hogy ez a 3. Szóval ezzel is meglennénk. Így szerintem rátérhetünk az utolsó pontjára ennek a videónak. Úgyhogy előrehajtom, és akkor jó van, köszönöm. Ezt nem így gondoltam, aztán lehet jobban jártam volna egy sima F11-et, de akkor most már lapozzunk előre. És íme. Tehát egy kis matek. Aki nem annyira kíváncsi arra, hogy miért helyes ez az algoritmus, annak szerintem ezt nem kell megnéznie. Igyekeztem tömör lenni, tehát ami úgy jó zenésszel adódik, azt nem magyaráznám. Tehát mondom, ez a sarkalatos pontja szerintem, ez az, amit be kell látni, és akkor már világos, hogy miért működik az algoritmus. Tehát ha ezt el tudjuk fogadni, hogy az optimális, amelyik mindig a még nem feltétlenül optimálisaknak a legalján van, tehát legrövidebb közülük, akkor onnan készen vagyunk. Tehát ugye itt röviden elkezdem magyarázni, hogy ment az optimalizálás, hogy van egy optimalizált halmaz, nyilván azok a már kiesett elemek, most jó, ezek nincsenek eltárolva, de ha most elképzeljük, vehetjük úgy, hogy ez egy halmaz. Tehát ez egy egyértelmű meghatározás, hogy ők a már optimalizált elemek. És van az optimalizálásra váró, tehát amivel már valamit akár csináltunk, de még nem tudjuk, hogy az-e a legjobb. Úgyhogy itt, hogy könnyebb legyen megnevezni, definiáltam is két függvényt, hogy az aktuálisan ismert legjobb utat minden X csúcshoz úgy fogom hívni, hogy AX, nyilván ez egy számérték, a ténylegesen legjobb utat, az pedig úgy hívjuk, hogy OX, mint optimális, és akkor ugye a definícióból adódik, hogy az AX az nagyobb egyenlő, mint OX, tehát amit most ismerünk, az legalább olyan hosszú, mint ami tényleg a legjobb. Ez minden X-re igaz, akármit is helyettesítek bele. És ezen kívül az algoritmusnak láttátok, hogy olyan a természete, hogy az optimalizált,
Tehát amelyikről közöltem, hogy na ő már optimalizált, akkor azzal meg is próbáltam rövidíteni. Tehát ugye megpróbáltam, hogy jobb lenne ezen keresztül menni oda. Megpróbáltam a szomszédjaira. Tehát azokkal már megpróbáltunk rövidíteni. És akkor itt van ez a sarkalatos pont, gyakorlatilag ez a videónak a vége, mondhatni a csúcspontja, remélhetőleg, hogy ha M-nek elnevezem a legrövidebb optimalizálásra váró csúcsot, tehát amit ott a minimum függvénnyel kikerestettem, akkor arra azt állítom, hogy teljesül, hogy AM egyenlő OM. Tehát, hogy amit aktuálisan legjobbnak tartok, az tényleg a legjobb. Szóval ezt indirekt fogom bebizonyítani. Tehát feltételezzük, hogy ez még nem a legjobb. Tehát még nem rövidítettük le eléggé AM-et, még az OM-nél nagyobb. Rövidíteni pedig nyilván ez az algoritmusnak az alapja, mondhatni az alapköve, az alaptétele, ezen alapul az egésznek a működése, hogy csak olyannal tudunk rövidíteni, amihez van az AM-nél rövidebb út. Tehát ez miért van? Azért, mert azt mondtuk, hogy nincsen negatív hosszúságú út, sőt, hát még a nulla is nagyon határeset. Tehát a rövidítés az ugye úgy néz ki, hogy jobb lenne ezen keresztül menni oda, ahogy fel is írtam ezt. Tehát ezt értjük a rövidítésen. Tehát, hogyha oda csak olyan utakat ismerek, amik még hosszabbak, akkor nyilván nem jó, hogyha azon megyek keresztül, mert még ahhoz hozzáadom az útnak a hosszát, és akkor valami nagyobb számot fogok kapni. Vagy ha mondjuk oda ugyanolyan hosszú út vezet, mint az M-be, akkor megint meg kell húznom még oda az utat, és akkor hosszabb lesz. De legalábbis nem lesz már rövidebb, az biztos. Szóval ez a lényeg, hogy rövidíteni csak olyanokkal tudunk, amihez van az AM-nél rövidebb út. Az optimális csúcsokat ugye már kipróbáltuk, ez volt magának az algoritmusnak az alapja. Szóval mivel azokat már kipróbáltuk, ezért mivel nem rövidítettünk még, tehát mivel kellett, hogy rövidítsünk, hogyha tényleg nem volt igaz a feltevés, és még valamivel kellett volna rövidítenünk. Szóval akkor biztos, hogy az optimalizálásra váró csúcsok között van még egy olyan, amivel rövidítenünk kellett volna. Tehát egy K csúcs kell, nyilván a K csúcs az nem esett egybe az M-mel, mert önmagával nem tudom rövidíteni. Még ha lenne is hurokél, akkor se sikerülne. Szóval azt kell feltételezem, hogy van egy olyan csúcs, amihez létezik egy AM-nél rövidebb út, tehát valami, amivel esetleg le tudom rövidíteni. Ide mondjuk pont azt írtam, hogy az ő optimális útja az rövidebb, mint az AM, mert nyilván, ha létezik hozzá egy rövidebb út, akkor az optimálisnak annak aztán rövidebbnek kell lennie. Tehát ez szükséges, hogyha nem volt az igaz, hogy AM egyenlő OM. És akkor most elkezdek a K-ra hasonló módon gondolkodni, és azt mondom, hogy a K-t azt hogyan rövidítem le, mert jelenleg ugye az AK, tehát az aktuálisan ismert út, az nagyobb egyenlő, mint az M-é. Azért az M-et jelöltem ki, ő volt a legrövidebb. Tehát a K-hoz az M-nél még talán hosszabb utat ismerek, de legalábbis nem rövidebbet, az biztos. Tehát valahogy először őt is le kéne rövidíteni. Na de mivel rövidíthettük le K-t? Az optimális csúcsokkal már megpróbáltuk, úgyhogy az már nem volt elég jó. És az M-mel se tudjuk, hát az M-mel nem tudjuk úgy lerövidíteni, hogy még a K legyen a kisebb. Tehát ez nem jöhet össze, hogy oda-vissza megyek, és közben fogy az út. Szóval, ahhoz, hogy a K-t eléggé le tudjam rövidíteni, ahhoz meg kéne egy még nem optimális L-csúcs is, aminek az optimális úthossza az még kisebb, hogy le tudjam rövidíteni a K-t, hogy aztán a K le tudja rövidíteni az M-et. Tehát szerintem ez most kezd elég bonyolult lenni, viszont azt hiszem, hogy most kezd látszani a lényeg is, amit itt meg is fogalmaztam, hogy valahányszor feltételezzük egy nem optimalizált csúcsról, hogy rövidebb minimális útja, vagy hát mondhatni minimálisnak is, hogy rövidebb a minimális útja,
mint az M-nek ez a feltételezett optimális út, abból az következik, hogy kell lennie még egy nem optimalizált csúcsnak, ami még annál is rövidebb, mert látszott, hogy ez, hogy feltételeztük, hogy az M nem elég rövid, és hogy a K-n keresztül kell menni. Ebből viszont az következett, hogy még a K az nem elég rövid, ezért az L-en keresztül kell menni, és hogy ezt így lehetne folytatni a végtelenségig. Szóval végtelen sok csúccsal kéne a gráfnak rendelkeznie, viszont hát nincs neki, akkor nem is lenne sok értelme az útkeresésnek. Tehát ellentmondásra jutottunk, a gráfnak nincsen végtelen csúcsa, ahhoz pedig, hogy AM egyenlő OM az ne teljesüljön, ahhoz végtelen csúcsának kéne lennie. Szóval működött az indirekt bizonyítás, AM egyenlő OM. Na, azt hiszem, hogy ezzel mindent el is mondtam, amit szerettem volna. Úgyhogy remélem, hogy valamit használni is fog ez a Dijkstra algoritmus. És külön remélem, hogy volt, aki nem kapcsoltál ezt a matematikai okfejtést, mert még mindig nagyon kacérkodom a gondolattal, hogy csináljak egy matekos csatornát. Úgy külön. És egyáltalán én nagyon élvezem ezeket a matekos fejtegetéseket. Nem tudom, hogy lett volna ennél valami célszerű bizonyítás. Ez saját kódfőből volt. Úgyhogy ennyire tudtam összerakni. Minden esetre erre is külön tekintettel köszönöm a figyelmet azoknak, akik megnézték. És legközelebb már remélhetőleg tényleg a gyakorlati problémának a megoldásával fogunk találkozni. Addig is mindenkinek kellemes időtöltést, jó nyári szünetet, amit. Sziasztok!